csatornámon, a mai egy újabb smink tutoriál lesz. Ezt a egészen lágy, picit romantikus hangulatú őszi sminket fogom megmutatni nektek, hogy hogyan készítettem el. Amihez több smink újdonságot is teszteltem. Legtöbb termék az Elena Cosmetics-től származott, már nagyon-nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogyan fognak működni. Videó közben meg fogjátok látni, de egyszerűen imádtam. Az utóbbi időben több alapozót is volt lehetőségem tesztelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez lett az abszolút kedvencem közülük. Egy rétegben csodaszépen fed, sűrű, jó fedésű, nagyon finom állagú, mintha semmi nem lenne az arcomon, úgyhogy pillanatok alatt a kedvencemé vált. 15-ös fényvédőt tartalmaz, hosszan tartva ez a Face Advance nevű alapozójuk, többféle alapozójuk van. Nekem erre esett a választásom. Imádtam. Aztán folyékony korrektort teszteltem, amiről szintén csak jókat tudok mondani. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz vele az a problémám, hogy napközben, ahogy telik az idő, szárítja a szem alatti területemet. Nagyon jó fedése van, sűrű, kevés kell belőle, csodálatosan eloszlatható. A fixálására a szintén Evana Cosmetics Luxury Transparent púderét használtam, a szemem alá is, és az arcom egészére csodaszép finise van, tényleg nem tudok rosszat mondani róla, egyszerűen imádtam. A szemem alá nedves minkszivacsal vittem fel, az arcom többi részére pedig ecsettel, mindkettővel szuper jól működött együtt, meg fogjátok látni a videóban. Ezen kívül a szemem elkészítéséhez a Pupa egyik új palettáját használtam, mégpedig a Spicy Nudes nevű palettát. Előjáróban annyit, hogy imádtam, nem porol le a szememről semennyire, csodálatosan satírozható. 10 pontos. Amitől nagyon féltem, az az Evana Cosmetics krémállagú szemhéjtusa volt, nagyon rég nem használtam ilyet, mindig folyékony szemhéjtust használtam az elmúlt időszakban, és megmondom őszintén, sosem voltak a kedvenceim ezek a formulák. Ez nagyon-nagyon krémes, és szinte siklik végig a szememen, úgyhogy ezzel is csak jó tapasztalataim voltak. És akkor, amit még nagyon-nagyon szerettem, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz ez a Pupa Glow Obsession highlighterjéből, a 001-es szín, egy egész új highlighter kollekcióval jöttek ki. Stick highlighter, folyékony highlighter, porállagú highlighter, úgyhogy ez volt az, amit az arccsontomra használtam. Én azt hittem, hogy ilyen szuper boom intenzív lesz, de nem olyan, hanem csodaszép ragyogást ad az arcnak, semmi csillámpor, semmi too much, szépen építhető, úgyhogy imádtam. Az utolsó pedig, amit a számon láttok, ez a folyékony rúzs. Már eltelt egy jó idő azóta, hogy felkentem a számra a rúzst, már ettem, ittam vele, és látjátok, hogy mindig ugyanúgy van a számon. Egyébként ez a 25-ös színe volt. Úgyhogy előjáróban ennyit, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készítettem el ezt a sminket, akkor tartsatok velem, és ha tetszik a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, vágjunk is bele. Tehát első lépés a primer, ez a Catrice Light Correcting Serum primerje, az abszolút kedvencem, ezt felvittem az arcom egészére. Itt jön a videó elején már emlegetett Face Advanced alapozó az Evana Cosmetics-től, ez a 420-as szín. Itt láthatjátok, hogy egész sűrű formulája van, így felpöttyöztem az arcomra, aztán elkenegettem. Úgymond szektoronként haladtam az arcomon, mert nem tudtam mennyire szárad gyorsan, de abszolút nem kell félni tőle, nem szárad túl gyorsan az alapozó. És a nedves minkszivacsal pedig eloszlattam. És egy réteg és egy pumpálásnyi bőven elég volt az egész arcomra. Következett a folyékony korrektor, ez az egyes számú vagy színű, a legvilágosabb, felvittem a szokásos területekre, a szemem alá, homlokom közepére, orrom közepére és a szám fölé. Szintén a nedves minkszivacsal oszlattam el, és szemhéj alapozóként is ezt használtam a mozgó szemhéjamon. A fixálására az Evana Cosmetics transzparent púderét használtam, volt benne egy cuki kis szivacs, de én a nedves minkszivacsommal fixáltam a korrektort a szem alatti területemen ezzel a púderrel, illetve az arcom többi részén pedig egy sminkecsetet használtam.
Ez a Pupa Natural Side bronzosítója. Erről a kollekcióról egy teljes videót hamarosan láthatok a csatornámon, amiben teszteltem az összes terméket. Imádtam a bronzosítóját, ezért is használtam ma ezt. A pirosító pedig az Annabelle Minerals Romantic nevű porállagú pirosítója volt, amit használtam. Nagyon szép lilás rózsaszínes színe volt, pont passzolt a sminkhez. A highlighter, ahogy a videó elején említettem, a Pupa Glow Obsessionből a 001-es színű highlighter volt. Csodálatos színe van, nagyon szépen építhető. Az arccsontomon, az orrom közepén és a szám fölött is ezt használtam. A szemsminkem elkészítéséhez a Spicy Nudes palettát használtam a Pupától. Első szín ez a Morning Espresso nevű hideg tónusú barna, ezt egy nagy satírozó ecsettel felvittem a mélyítővonalamba, és egy picit lesatíroztam a külső sarokba és a mozgó szemhéjamra is. Ezt követte a Dark Chocolate nevű szín, ezt egy kicsi ecsettel egészen a szempilláim tövébe vittem fel először, majd a külső V-vonalba besatíroztam. És ugyanezt a színt és ecsetet használtam az alsó szempilláim tövébe. Majd pedig visszatértem a Morning Espresso nevű színhez, a világosabbik barnához, és elsatíroztam az éles vonalakat felül is és alul is. Ez a Toasted nevű szín egy gyönyörű, szép, világos rózsaszín. Inkább préselt pigmentnek mondanám, ezért is vittem fel először az ujjammal, aztán kipróbáltam ecsettel, és mind a kettővel nagyon jól működött együtt, csodálatos fedése van, intenzitása. És akkor visszatértem a sötétebb barnához, hogy összemossam a mozgó szemhéjam színeit. Aztán következett a Honey Sand nevű matt vajszín, amit a szemöldökcsontomon használtam, utána pedig a Dreamy Cream nevű fényes, gyöngyházfényű fehér szín a belső szemzugon kihangsúlyozására. Itt van a már videó elején emlegetett krémállagú szemhéjtus, amit láthatjátok, hogy hogyan tudtam felvinni a szememre, nagyon-nagyon szerettem, könnyű volt vele dolgozni. A műszempilla, amit használtam, egy az a gyönyörű, szép 4D-s műszempilla volt, amit a Dubai Haul videómban láthattatok. Sajnos azóta már elszakítottam a szempillát, úgyhogy többet nem fogom tudni használni. Itt a rúzs, a 25-ös színű folyékony rúzsa az Evana Cosmeticsnek, tartós, matra szárad, imádtam. És hát ennyiel is készült a sminkünk, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!